Itt a nyár, a kerti partik, sütögetések, grillezések és bográcsozások időszaka. A jó hangulat és a finom ételek mellett azonban van néhány alapvető tűzvédelmi szabály, amit be kell tartani ilyenkor. Bármikor feltámadhat például a szél, ami a parazsat tovább tudja szállítani. Ezért érdemes mindig kéznél tartani valamilyen oltó eszközt, legyen az víz vagy csak egy lapát, amivel a tovább terjedő tüzet meg lehet akadályozni. Itt hangsúlyozottan az emberi felügyeletre hívjuk fel a figyelmet, hogy soha ne adjuk felügyelet nélkül akár csak a bográcsot, bogrács alatt lévő tüzet, illetve a grillezőt sem. Nagyon sokan használnak ma már ugye a fán kívül más tüzelőanyagot is. Gondolunk itt a gázüzemi berendezésekre, gázrózsák, gázzsámolyok használatára. Ezeknél is nagyon fontos, hogy használjunk minden esetben nyomáscsökkentőt, a tömítések megfelelőek legyenek, ezekre különösen fektessünk hangsúlyt, és majd nyilván a tevékenység befejezése után a gázpalackok tárolására is, helyes tárolására is felhívjuk a figyelmet. Egyre több társasház épül vármegye szerte, amelyeknél erkély teszi komfortossá és szabadabbá a hétköznapokat. Van, ahol csak 2 négyzetméteres erkély tartozik egy-egy lakáshoz, van, ahol akár 15 négyzetméter is. Sokan ezeket a tereket is arra használják ki a jó időben, hogy kert hiányában itt tartsanak grillpartikat. Ez azonban semmivel sem biztonságosabb, mint a kertben történő szalonnasütés. Sokkal veszélyesebb megtekintjük. Társasházak esetében az erkélyen végzett sütögetés, grillezésnél szigorúan tilos gázüzemi berendezést használni, de hogyha faszénnel vagy brikettel történne a grillezés, azt is kerüljük el. Amit tudunk ajánlani, az az elektromos grillező használata. Minden esetben nézzük meg, hogy mi vonatkozik a tűzvédelmi házirendbe erre a tevékenységre, hiszen hogyha tiltja ezt a tevékenységet, akkor nem végezhetjük el. Panellakások esetében például szigorúan tilos gázpalackot vinni az ingatlanba, mert az esetleges robbanás az épület összeomlását okozhatja. A szakember ezért azt ajánlja, hogyha a társasházban élőknek szalonnát sütni támad kedve, használják a város biztosította lehetőségeket. Ugyanis Nyíregyháza számos pontján van lehetőség szabadtéri sütésre, főzésre, például a Bújtosi Városligetben, az Erdei tornapályán vagy a Kertvárosban.